Fiaik legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. Amen. Két lelkész áldotta meg a kibővített óvodát Izmünyben. A terület és településfejlesztési operatív program, valamint a vidékfejlesztési program forrásaiból felújították a településen az orvosi rendelőt, a sportegyesület öltözőjét és az óvodát. A település egy traktorra, egy hozzátartozó hótolóra és két munkagépre is beruházott. Ezekre a fejlesztésekre a kormány több mint 100 millió forintot biztosított Izmünynek. A polgármester köszöntőjében elmondta, reméli, hogy a fejlesztések hatására több fiatal költözik a településre, mint vándorol el. Ezek a fejlesztések, ezek azért az élhetőbb település kategóriát nézzük, azért itt a településünk egy eléggé elhagyatott település volt, mondhatnám. Úgyis, és minden, most mindent megteszünk, amióta én itt vagyok 2010-től, hogy ez a település élhetőbb legyen. A felújított intézmények és a munkagépek átadásán részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki kiemelte, hogy a két programnak köszönhetően javul az életminőség a falvakban, és ez kulcsfontosságú a tekintetben, hogy megállítsák az elvándorlást a kisebb településekről, és élhetőbbé tegyék azokat. Az elmúlt egy-másfél évben közel 123-124 millió forintos fejlesztési forrás érkezett ide, különböző fejlesztési lehetőségek, pályázatok révén, VP-s pályázat, topos pályázat, illetve egy BMS pályázat jött ide a településre. A terület és településfejlesztési operatív program céljai közé tartozik a foglalkoztatottság növelése és a társadalmi összetartozás javítása. Tolna megye erre a célra 27,5 milliárd forint támogatást kapott a magyar kormánytól.